Sziasztok! Na, akkor itt vagyunk a könyvfesztivál első napján, szombat van, és hát nekem az első nap olyan, amúgy már ugye régebb óta tart a könyvfesztivál, csak én most értem ide. Szombat van, és akkor most indulunk barátnőmmel ide-oda-amoda, és könyveket fogunk nézegetni, írókkal találkozni, nem tudom, lehet dedikálásba is beállunk. Szóval irány a könyvfesztivál! Na, akkor kezdjük az elején. Szóval, most volt a 24. könyvfesztivál Budapesten, ahova sikerült eljutnom, és sikerült találkoznom veletek, és Levivel, és Andival is. És hát mi más mondhatnék, könyvek minden mennyiségben, nagyon jó volt az egész találkozó, én nagyon élveztem, és nagyon tetszett, ahogy így, nem is tudom, a Millenárison jobbra-balra lehetett így közlekedni a B és a D épület között, és valahogy mindenhol, minden ember kezébe, minden kisgyerek, öreg néni, idős bácsi, mindenkinek a kezébe könyv volt. Szóval én nagyon élveztem, és vittem magammal a kamerát is, és sokat is kameráztam, felvettem könyveket, néztem ilyen dedikálásokat, felvettem a találkozót, és úgy terveztem, hogy majd összevágom a videókat, és lesz belőle egy hosszú, két részletes videó. Ennek megcsináltam az előzmény videóját is, ugye utána elkezdtem volna, hogy összevágom akkor azt a videót, összevágom az ott felvett tartalmat, és összevágok a végén egy olyan videót, hogy mit vettem a könyvfesztiválon. Na hát ez így nagyon jól jött volna ki, ha éppenséggel használható videókat készítettem volna. Mert mint kiderült, annyira zajos és annyira rossz felvételek készültek, hogy abból nem igazán tudtam semmit se összevágni. Egész héten próbálkoztam, hogy valahogy valamit csinálok belőle, de nem nagyon jött össze, mert minden felvétel olyan hangszinten rendelkezik, hogy csak zúg. Nem tudom, lehet a körülöttünk lévő tömeg hangját érzékelte a kamera, vagy fogalmam sincs, de egyszerűen csak egy zúgó, tompa hangot lehet hallani végig. Úgyhogy egy ilyen kisebb, összezsugorított kis részlet lesz majd a könyvfesztiválról, amit meg tudok veletek osztani. Sajnos a többit nem igazán, mert van egy-két használható videó, van egy-kettő, ahol hallatszik a hang, van egy-kettő, ahol viszont egyáltalán nem. Úgyhogy, hát ezt így nagyon sajnálom. Könyvhétre már okosabb leszek, másik kamerát viszek, vagy nem tudom. Szóval most jöjjön ez a kis részlet. Ilyen hidegben azért még nem jó, de... Oké, valahogy be kell jutni. És még azért reggel 3-4-10 van. Ott van Rose barátnőm, vele jött a fesztiválra. Ja. A Millenárison a Onszai regénybe, az a nagy csata a végén. Szóval... Ja! Ezt újra kell olvasni. Vasárnap van és ma folytatódik a könyvfesztivál. Úgyhogy nagyon izgatott vagyok, mert vasárnap most lesz ugye az a YouTube-os találkozó. Na mindegy, szóval ma találkozunk, és nagyon izgatott vagyok, hogy ki jön el közületek. Majd a videó végén biztos lesz egy olyan rész is, ahol majd így lesz erről jelenet, de most még reggel van, még lassan indulok, úgyhogy ja, így hirtelen ennyi. Nem tervezek, hogy ma már könyveket veszem, mert tegnap azért vettem négyet, és kaptam egyet ajándékba, úgyhogy 5 könyvvel már így el vagyok, és kb. Augusztusig nem veszünk könyvet. De igen, a MOL tervez, a kiadó meg végez. És így a kiadó mindig oda csúsztatja azt a példányt, amit egy MOL-nak muszáj megvennie. Szóval majd kiderül.
örültem, hogy itt találkoztatunk mindenkivel, úgyhogy majd jön a sok videó. Végül nem lett tilos az ákönyv, de mindenképp, amint tudok, és amint végre befér a TBR üstembe, akkor majd így el is mondom csak egyet. Szóval 2015 könyvfesztivál vége. Hát igen, nem valami sok, de alapvetően mutatja azt, hogy a könyvfesztivál egy ilyen jó hangulatban, könyvekről szóló fesztivál, és erre nem tudok mi más mondani. És akkor jöjjenek azok, amiket én beszereztem idén könyvfesztiválon. Meghatároztam magamnak, hogy csak 4 könyveket vehetek, ami az utolsó nap, vasárnap, amikor megláttam a Tilos az Áll Pagony kiadótól, Tilos az Áll könyveknek a 3+1 akciójukat, így majdnem hazavigyek még egy pár könyvet. Simán összetudtam volna szedni 3 Tilos az Áll könyvet, még talán 4-et is, de nem. Ha azt szabtam meg magamnak, hogy 4, akkor 4, és én általában így betartom, hogyha ilyet keretet csinálok magamnak. Hogy miért van mégis 5 könyv mögöttem? Na, ezt majd elmesélem. Szóval jöjjenek a könyvfesztiválról a 100 könyveim. Legelőször a Minden, amit Nicola John írt, ezt könyvtárból olvastam, de mindenképp szerettem volna, hogyha megvan nekem is, úgyhogy ez volt az első, ami így nekem kell. Aztán a Maxim kiadónál belefutottam Szaszkó Gabriellának a Maradj velem című könyvének dedikálásába, és nagyon jól beszélgettem az írónővel, meg ott a kiadó standon áruló árusokkal, szóval mondom, az muszáj megvenni. Annyira nem ismertem magát a történetet, persze hallottam róla, meg így nagyjából megvolt, de igazából még most is csak nagyjából van meg, majd ha elolvasom, okosabb leszek, de megvettem, és dedikáltattam is, sőt, beszereztem egy Dream válogatás poharat. Olyan cuki. Ide is teszem, csak még van benne egy kis tea. Azóta abból iszok. Na jó, szóval Szaszkó Gabriella, és ő dedikált nekem, úgyhogy ezt meg is mutatom. Hát azért vettem meg úgy alapvetően, mert néha kicsit kezd elegem lenni a fantasy, meg young adult, meg ilyen kategóriákból, és a múltkor jól esett olvasni Rupa Szepatisztól a Tengerbe veszett könnyeket, szóval a Tengerbe veszett könnyeket, és mondom, hogy ha már túl sok a fantasy, meg minden, akkor egy kis non-fictionra is szükségem van, és ez non-fiction. A következő A.O. Esztertől Freak rokkája. Hát nem tudom, milyen indítatás vezérelt arra, hogy én ezt megvegyem. De ezen már egy jó ideje gondolkozok, hogy ez miért van nálam. Na mindegy, majd, ha elolvastam, kiderül. A következő könyv szintén non-fiction. Jó sok mindenre vezethető vissza, egy külön videót tervezek ezzel kapcsolatban a csatornán, ahol csak Mónika Pécről és a könyveiről lesz szó, de most jöjjön azért, mert hogy ezt vettem meg, és mondtam, hogy enélkül nem jövök haza a könyvfesztiválról. Ez pedig nem más, mint Mónika Péc, a Keddinőnk és a Sok zöldség. Sok zöldség, ugye? Igen, Sok zöldség. Na tehát ez volt a 4 könyv, amit én vettem, és van még egy könyv, ami a Twister Media gondozásában jelent meg. Sara Rakt, szerintem német, Rakt írta, Hó, mint hamu, ez a címe. Igazából a történetről nem tudott túl sok mindent, de a borítója jó, keves a fülszövege, és így nekem ez kell. És mégis, hogy nem vettem meg, hát úgy, hogy barátnőm, aki elkísért a könyvfesztiválra, azt mondta, hogy mivel én ezt a könyvet nagyon szeretném, és úgyis most lesz a névnapom, ezért megveszi nekem ajándékba. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm minden is barátnőmnek, és amint tudom, elolvasom ezt a könyvet, és lesz róla értékelés, meg minden, mert nagyon kíváncsi vagyok rá, és hát ez igazából így... Na. Tényleg kíváncsi vagyok. És még a oldalak is tök jó. Bár a címe nem valami kellemes. Ennyi lett volna a könyvfesztivál összefoglaló videóm. Mint látjátok, lett egy pár könyvem, vagyis hát most már látjátok, szóval lett egy pár könyvem. Lesz mit olvasni. Ja, lehet már lassan kéne egy bookhaul, hogy idén mit vettem.
Mert lassan olyan magas a TBR listám, hogy abból létrát építhetek arra, hogy egy másik listára rátegyek még könyveket. Szóval, ja, hosszú. Én még egyszer nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki eljött a könyvfesztiválra, én nagyon örültem neki és nagyon élveztem, és most ennyi lettem volna így hétvége fele, jövő héten jelentkezek végre egy minden-minden kritikával, úgyhogy ezt már én is alig várom. Jó pihenést kívánok nektek a hosszú hétvégére, és el tudtok érni majon Facebookon vagy Instagramon és e-mailen is, ja igen, minden információ megvan a boxban, hogyha szeretnétek. És nem is tudok mit mondani, vigyázzatok magatokra, én Hilsz voltam, sziasztok! Ebben belement egy bogár.